tanú monológia, akinek fájt a foga, amikor látta, hogy összeroskadt Krisztus, és kiabálni kezdett. Hangos könyvet készítettek a nyíregyházi börtön fogvatartottjai. Az Ülünk és Olvasunk című jóvátételi programot a Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet, valamint a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének együttműködési megállapodása alapján valósították meg Nyíregyházán. A fogvatartottak szimbolikus módon ezzel a programmal kívánták a kint elkövetett bűnüket jóvá tenni. Én ezért vállaltam személy szerint, hogy vissza tudjak hamarabb illeszkedni a társadalomba, és ezáltal egy kicsit hasznosabb tagja is legyek. A hangos könyvet elsősorban a vak és gyengénlátó emberek számára készítették a fogvatartottak. Ez a hangos könyv egy applikáción keresztül kerül el a látássérülteket, tehát ott fogják elérni. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének hangos könyvtár állományán keresztül azok a látássérültek érhetik el, akik tagjai valamelyik magyarországi tagegyesületnek, itt regisztrálnak, e-mail címmel rendelkeznek, és ennek keretében tudják elérni okostelefonos applikáción. A jóvátételi programban 6 fogvatartott vett részt, 10 napon át 67 munkaórában körülbelül 40 óra intenzív olvasással töltött időt vett igénybe a hangos könyv elkészítése. 5 olvastak, egy fő pedig a hangrögzítést koordinálta, a technikát kezelte. A projekt keretében érzékenyítő foglalkozásokat is tartottak a fogvatartottaknak a projekt munkatársai, ahol arról beszélgettek, hogy a cselekedetük miként járulhat hozzá a szabadulás utáni visszailleszkedés elő segítéséhez. Ennek a projektnek elsősorban a célja volt, hogy a fogvatartottakat kicsit érzékenyíteni, hogy a külső társadalomnak valami hasznot teremtsenek, tehát az elkövetett bűncselekményből okozott kárt megtéríteni. Tehát felelősség érzetüket egy kicsit növelni. Jó, tehát hogy az első lépés legyen, hogyha szabadulnak, akkor a társadalomba visszailleszkedjenek. Sokan nem tudják, de a fogvatartottak többsége dolgozik az intézetek falai között. A programban résztvevők munkaidőn kívül önkéntesen vállalták a hangos könyv elkészítését. A jóvátételi program a fogvatartottak reintegrációja című projekt keretében valósult meg. A hangos könyv bemutatóján elmondták, jóvátételi munkát folyamatosan végeznek a Nyíregyházi Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottai. Eddig általában külső helyszíneken is inkább fizikai munkát végeztek, például kertészkedtek, épületfelújításokon tevékenykedtek. Ez volt az első alkalom, hogy szellemi munkát örökítettek meg a fogvatartottak.